foglaljanak helyet. Hát közeledünk a végéhez az indokolásnak. Amit még ismertetni szeretnék, vagy ki szeretnék térni, az már olyan lesz, hogy talán egy órában teljesen be tudjuk fejezni. Nagyon már ezt követően nem tartunk szünetet. A bizonyítékok közül foglaljanak helyet. Bejött mindenki? Jó. A bizonyítékok közül továbbiakban kicsit részletesebben három olyan vallomást és annak a tanúságait szeretném levonni, olyan tanúknak a vallomásait ismertetni, akik a képírónak közvetlen, hogy úgy mondjam, munkatársai voltak. Ugye a Budúr és a Kacskovics-sal együtt jöttek Makóról Újvidékre, őket elítélték a Nép Civil Bíróság, illetve még a Gerencséri Mihály volt csendőr főhadnagynak a vallomását. Ezek hárman ugyanolyan kutatócsoport parancsnokok voltak, mint a képíró, ugyanolyan fiatal tisztek voltak, tehát a gondolkodásban, mentalitásban azonosnak kellett lenni, ugyanaz volt a rendfokozatuk, hogy ővelük mi történt, vagy mi fog így utólag esetleg történni, az megint egy jogi kérdés. És utána már csak összefoglalóan ismertetném, hogy itt a bíróság kiket szólít meg tanúként, és ott nem fogom felolvasni, hogy ezek a tanúk mit mondtak a nyomozás vagy a kihallgatás során, csak a vallomásukat összefoglalom, és akkor a végén egy összefoglalót tartok, amit a képíróra vonatkozóan megállapítani lehetett, illetve nem, és akkor ezzel a részemről az indokolás befejeződött. A Gerencséri Mihály volt csendőr főhadnagy, ugye őróla tudjuk, hogy ő az Újvidéken szárnyparancsnok helyettes volt. Őt 1951. 4. hó 23-án gyanúsítottként hallgatta ki az AVH. Vallomásának lényege szerint 1941. októberében került Újvidékre szárnyparancsnok helyettes beosztásba, ahol 1942. májusáig teljesített szolgálatot. Szolgálat ideje alatt történtek az újvidéki vérengzések, amelynek irányítója Feketehalmi Czeiner altábornagy volt, részt vett benne Grassi József tábornok, deák ezredes a honvédség részéről, a csendőrség részéről pedig Gála Lajos csendőrezredes, hát ő ezredesnek mondja, Fóti Ferenc alezredes, Budúr Károly százados, Stepán László százados, Képíró Sándor százados, Kacskovics Balázs. A razziában, mint kutatóparancsnok, egy napig vett részt olyan személyek felkutatásában, akinek a városban való tartózkodása megfelelő megfelelő igazolványuk nem volt. Emlékezete szerint a parancsnokság alatt álló csoport 4 személyt állított elő, akiket az ott működő bizottságnak adtak át, és az döntött további sorsuk felett.
Tehát ő is erről beszélt, hogy ő is a bizottságnak adta át az embereket, akik felőtt a bizottság döntött. A következő napokban 3 hétig lakásán tartózkodott betegség miatt, tagadta, hogy az újvidéki vérengzésben vagy annak a kegyetlenkedésében részt vett volna. Na most ezt én állapítom meg, hogy annak ellenére, hogy a gyanúsított a jegyzőkönyv tanulsága szerint korábbi büntetésére nemleges választ ad, a kihallgatási jegyzőkönyvben nincs hivatkozás a korábbi vezérkari bíróságnak az elítélésére. Az AVH ennek ellenére 1951. június 8-án Gerencséri ügyét azzal teszi át a budapesti katonai ügyészséghez, és egy picikét itt hasonlít ez az egész ügy a képíró ügyhöz, hogy nevezett részt vett 1942-ben a délvidéki atrocitásokban, emiatt a vezérkar főnökség külön bírósága 1944. januárjában 7 évi fegyházra ítélte, melyet nem töltött ki, ezért a büntetésének a foganatba vételét kezdeményezi az AVH a katonai ügyészségnél. És hogyha emlékeznek, itt is ez az ügy is 2006-ban azzal kezdődik, hogy valakinek a feljelentésére, vagy az ügyészségen történt bejelentésére a képírónál a vezérkari bíróság által kiszabott 10 évi börtönbüntetés végrehajtását kezdeményezik, és ahogy a Gerencsérinél így indul el az ügy, a képírónál 2006-ban rendkívül hasonlatos módon indul, mint Gerencsérinél 51-ben. A bíróság megjegyzi, hogy az AVH kihallgatás és gyanúsítási jegyzőkönyve annyira hiányos, hogy még az ügyszám sincs feltüntetve, de nem volt feltüntetve a gyanúsítás ténye és a védőválasztás lehetősége. Tehát az AVH-t annyira nem érdekelt, hogy még ügyszámot sem adtak, amikor az embereket kihallgatták gyanúsítottnak. Tehát annyira negligálták a törvényeket, és ahogy mondták, hogy magukat törvény fölöttinek érezték. Tehát ezekben a másik ügyekben is ez tökéletesen tetten érhető, nem csak a nagynak az ügyében. A katonapolitikai osztályon. A budapesti katonai ügyészségnek 1951. augusztus 16-án kelt számú vádirata szerint a vádlott 1941-42-ben meg nem állapítható időben egy alkalommal beosztottjai 8-10 szökevényt és ellenállót lőttek le, mondja a vádirat. Most itt érdekes a vádirat, meg majd a bírósági ítélet. Meg nem állapítható időben, és egy alkalommal a beosztottjai 4 személyt fogtak el, azokat az újvidéken működő bizottságnak adtak át, ezáltal részessé vált a belföldön elkövetett törvénytelen megkínzásoknak és kivégzéseknek. A vádirat megállapítja, hogy a vádlottat ezen cselekménye miatt a Horthy bíróság már egyszer felelősségre vonta, 7 évre ítélte, ugyanakkor ez a vádlott javára nem értékelhető, mert a német megszállás után a fennálló fasiszta kormány, mint megbízható egyént szabadlábra helyezett, ellene emelt vádat pedig elejtette. Az elsőfokú ítélet által megállapított tényállás szerint a vádlott egy kutatócsoport parancsnoka volt, mely több járőrből volt összetéve, és ezen járőrcsoport a tisztogatás alkalmával 8 esetben fegyvert használt szökevények, illetve ellenállók ellen. Szóval nem tudom, hogy érzékelik a vádirati és az ítéleti tényállás közötti különbséget. A vádirati tényállásban azt állapítják meg, hogy agyon is lőtt, az ítéleti tényállás csak annyit mond, hogy fegyvert használ velük, de mellőzi annak a megállapítását, hogy ott bárki meghalt volna. Egyébként ennek aztán kihatása lesz majd a későbbiek során egy újabb eljárásban. Ugyanez a járőrcsoport pedig 4 baloldali magatartású egyént állított Újvidéken működő bizottság elé. A budapesti törvényszék és a katonai főtörvényszék 1957. december 7-én kelt jogi ítéletével Gerencséri Mihályt bűnösnek mondta ki háborús büntetben, ezért 15 évi börtönbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra és teljes vagyon elkobzásra ítélte. Az ítélet megállapította, hogy ha vádlott
nem is vett részt közvetlenül emberek törvénytelen kivégzésében, megkínzásában, de úgy, mint újvidéki csendőrszárny parancsnok helyettes, feltétlenül részese volt annak. Tehát ugye ez az ember ugyanolyan beosztást lát el képírónak, azért ítélik el, mert 4 embert a bizottság elé visz, és 8 esetben tűzharcba keverednek valakivel, de nem tudjuk, hogy a tűzharcban történt-e sérülés vagy haláleset. De ezért a cselekményért 15 évet kapott, 51-ben. A legfelsőbb bíróság a 2001. november 19-én kelt BFV római 10-23-19/2001 számú felülvizsgálati ítéletével Gerencséri Mihály terhelt ellen folyamatban volt, és a budapesti katonai törvényszék ítéletét és a katonai főtörvényszék végzését hatályon kívül helyezte, és a terheltet az ellene emelt háborús büntet miatt emelt vád alól felmentette. A legfelsőbb bíróság megállapította, a felülvizsgálati eljárásban irányadott tényállás olyan általános megállapításokat tartalmaz, amelyek bűncselekmény alapjául nem szolgálnak. Az ítélet nem tartalmaz semmi nemű megállapítást, hogy a fegyverhasználatnak milyen következményei voltak. Így nincs ítéleti ténymegállapítás arra sem, hogy a fegyverhasználat eredményeként valakinek a halála bekövetkezette, vagy egyáltalán személyek megsérültek-e. Hasonlóan nincs tényállás arra, hogy mi lett a következménye annak, mely szerint a járőrcsoport 4 baloldali magatartású egyént az Újvidéken működő bizottságnak átadott. Tehát egyet látunk, hogy a Gerencséri Mihályt, aki ugyanolyan járőrparancsnok volt, mint a képíró, őt a legfelsőbb bíróság 2001-ben kelt határozatával felmentette az ellenemelt vádak alól. Na most itt egy mondat, amit az ügyvéd úr mondott, hogy hát eljárás, megszüntetés vagy nem, ebből az ítéletből kiderül, hogy a vádiratban tudnak a Gerencsérinek a 44-es vezérkari bírósági ítéletéről, de azt lesöprik az asztalról. És ugye itt a legfelsőbb bíróságnak is erről tudomása van, tehát hogyha elfogadnánk az ügyvéd úrnak azt az állítását, hogy ez egy ítélt dolog, akkor nyilvánvaló, hogy ezt a legfelsőbb bíróság is ezen felülvizsgálat során észlelte volna, vagy legalább kitért volna és foglalkozott volna ezzel a kérdéssel. De hát úgy tűnik, hogy nem nagyon érdekelte a legfelsőbb bíróságot sem ez a kérdés, ami azt jelenti, hogy itt egy újonnan indult ügyről van szó, jogos volt az 51-es elítélés, a hatályon kívül helyezés miatt ugye a katonai bíróságnál, és ennél fogva a legfelsőbb bíróság csak az anyagi jogszabály megsértésével foglalkozott, és e tekintetben őt felmentette. Na most nézzük meg, hogy mit mondanak Budur Károly és Kacskovics nevezetű személyek az AVH előtt, akik Makóról együtt érkeztek képíróval. Budur Károly volt csendőrszázados az AVH előtt 1952. szeptember 25-én. Most azt tessék figyelni, hogy a Gerencsért azt 51-ben, tehát ennek megint jelentősége van, majd utána elmondom, hogy miért, 51-ben az AVH átteszi a katonai ügyészséghez. Az AVH Budurt és Kacskovicsot 52-ben, tehát valamivel később, gyanúsítottként hallgatja ki, és nem a katonai ügyészséghez és a katonai bírósághoz teszi át, hanem a Budapest megyei bírósághoz, és ez a bírósághoz 53. novemberében ítéletet velük szemben. Most, hogyha már ennyit mondtam erről a dologról, akkor ehhez megint hozzá kell tennem, hogy a bíróság észlelte, hogy a Budur és a Kacskovics esetében a civil bíróság elvonta a katonai bíróságnak a hatáskörét, 1953-ban, törvénytelen módon járt el ezzel a két csendőrrel, ugyanúgy, ahogy Gerencsérit átadták 51-ben a katonai ügyészségnek, ezt a két embert is 52-ben át kellett volna adni a katonai ügyészségnek, és a katonai bíróságnak kellett volna eljárni. Na most ennek pedig megint az lesz a következménye, hogy ezt én is most utólag hivatalból észleltem, hogy ezt megint meg fogjuk küldeni
a legfőbb ügyésznek, hogy egy újabb törvénysértést észleltünk egy más ítéletben kapcsolatban, és ugyanúgy kezdeményezni fogjuk ezeknek az ítéleteknek a hatályon kívül helyezését. Most egy picikét előre futok, hogyha megnézik, akiket az újvidéki háborús büntett ügyében elítéltek, azt vagy felmentették, vagy felfogják a közeljövőben nem menteni, hanem az eljárást megszüntetni. Egyéb eljárási törvényes sértések miatt, az egyik esetben a Nagynál azért, mert nem volt szabályszerűen megalapítva a bíróság, a Budurnál meg a Kacskovicsnál pedig azért, mert velük szemben nem a katonai bíróság, hanem a civil bíróság járt el. Most ez csak azért érdekes és kuriózum, hogy hát úgy néz ki a mai nap állása, hogy előbb-utóbb, akik ott Újvidéken háborús büntet miatt így vagy úgy el lettek ítélve, az elkövetkező időszakban valószínűleg eljárás velük szemben meg lesz szüntetve, mert eljárási törvénysértések történtek 48-ban és 52-ben. Szóval valahogy így néznek ki sajnálatos módon az ügyek, és hát most nem az, hogy mintha befolyásolnának ezek az ítéletek minket, hát elég furcsa van, hogy ezek után már csak a képírót ítélnénk el, és ő lenne bűnös ennyi háborús bűnelkövető közül. Na, folytatnám a Budurnak a, tehát ezt ilyen érdekességként mondtam és tettem hozzá a buduréknak az ítéletét. És hát ez majd kérdés, hogy ezek mennyire használhatók majd jegyzőkönyvek fel. Tehát Budur azt mondja az AVH előtt, hogy január 19-én Újvidékre szállítottak vasúti szerelvényen az egész csendőriskolát. Az iskolától részt vett Jakobos István százados, Kacskovics Balázs főhadnagy, képíró Sándor főhadnagy oktató tisztek. Az újvidéki csendőriskola részéről annak parancsnoka Gál Lajos őrnagy, aki a razzia tartalma alatt parancsnokolta és vezényelte a csendőröket. Az újvidéki iskolától jelen volt Kun Imre csendőrfőhadnagy, Csáki József csendőrfőhadnagy. Őrőlük különösebben semmit nem tudunk. A szekszárdi csendőriskolától jelen volt, őróla már többet tudunk, Zöldi Márton csendőr hadnagy a szakaszával. A vezérkar főnökség részéről lett kiküldve Bátori Géza alezredes, Fóti Ferenc és Horkai József csendőr alezredesek. Megérkezésünk napján a csendőrtiszt társaival együtt a Báni palotába mentek, ahol Gál csendőrőrnagy ismertette, hogy a vezérkar főnök utasítására 3 napos razziát tartanak Újvidéken, amelynek célja a közbiztonsági szolgálatra veszélyes baloldali elemek felkutatása, őrizetbevétele. A parancs szerint 21-én reggel 5 órákor kellett jelentkezniük a csendőriskola épületében. Gál őrnagy 20-as csoportokba osztotta a csendőröket, 20 honvéd egyént osztott a csoportban, meg egy rendőrt, aki ismerte az utcákat. A csoportokat fel kellett osztani 4 fős járőrökre. A parancsnokoknak az volt a feladata, hogy ellenőrizzék a járőröket, intézkedni az őrizetbe vételre és a gyűjtőhelyre kísértetésben. Tehát ő neki a vallomásra eltér a képírójétól, mert a képíró ugye azt mondta, hogy parancsnok vagy tiszt az nem vett őrizetben, ez a járőrnek a vezetője, de a Budur azt mondja, hogy ő nekik kellett a tiszteknek az őrizetbevételt foganatosítani. Az eligazítás után elvezette a csoportját a kijelölt városrészekbe. Azt mondja, hogy kb. 130 kommunista vagy partizángyanú személyt vettek őrizetbe, akiket a Levente otthonban székelő igazoló bizottság elé kísértek. Tehát ő is azt mondja, hogy az általa elfogott embereket a Levente otthonba vitték. Január 23-án délután 11 órától lövöldözésre lett figyelmes, ami fokozódott, kb. 4 órán keresztül tartott. Délután 3 órakor kapták azt a parancsot, hogy parancsot Grassitól, hogy a razziát le kell állítani, a tisztek menjenek a Báni palotába, Gál őrnagy eligazítást tartott. Miután megérkeztek, Gál közölte velük, hogy a razziát azért kellett leállítani, mert Zöldi Márton csendőr hadnagy és a folyamőr főhadnagy
részlegükkel nagy létszámú szemét végeztettek ki a Dunai strandon, és a Dunába dobálták a hullákat. Ezen az eligazításon jelen volt Kacskovics Balázs, csendőrszázados is, aki ugyancsak a csoportparancsnok volt. Nem tudjuk, erre nincs adat, hogy a képíró ezen az eligazításon jelen volt, vagy nem. Tudta, hogy a parancs, azt mondja az AVH-nál, tudta, hogy a parancsára őrizetbe vett személyek ki lesznek végezve. Ez egy fontos mondat, hogy amikor ezt mondja, mert ez bűnösség megállapítására alkalmas lehet, de várjuk ki a végét. Tehát azt mondja az AVH előtt, hogy tudtam, hogy a parancsra őrizetbe vett személyek ki lesznek végezve, mert az eligazításon hallotta, hogy megtorlás véget történik a polgári személyek összeszedése, mivel előzőleg a zsobolyai őrsön ismeretlen civilek agyonlőttek több csendőrt. Az újvidéki vérengzésbe való részvételért 1944-ben felelősségre vonták, amiért 12 évet kapott. Mondja ezt az AVH előtt. Amikor a budapesti ügyészségen, holott a katonai ügyészségen kellett volna meghallgatni, itt a budapesti ügyészségen hallgatták meg 1953. augusztus 25-én, a következőt mondja, hogy tagadom, hogy 130 személyt vettek volna őrizetbe az alárendeltjeim, és tagadom azt is, hogy tudtam volna, hogy ezeket a személyeket ki fogják végezni, mivel erről csak utólag 1944-ben értesültem a Honvéd törvényszéken. Tehát módosítás van az AVH-n tett vallomása és az ügyészségen tett vallomása között. Ellentmondás van, kérdés, hogy melyik az igaz, melyiket kell elfogadni. A Budapest megyei bíróságon a bérómai 3.03.43/1953 szám alatt 1953. szeptember 30-án megtartott tárgyaláson részletes vallomást tesz. Ebben azt tartja fenn, hogy olyan 4 embert állítottak elő összesen az emberei, és tagadta azt is, hogy tudott volna ezeknek az embereknek az esetleges kivégzéséről. A lövöldözésre vonatkozóan a következőt mondja, hogy az első 2 napon az igazoltatás rendben folyt, nem volt olyan, aki ne tudta volna igazolni magát. A 3. napon a járőr jelentette, hogy 3-4 főt adott át a fogolyát vevőnek, akik nem tudták magukat igazolni. A 3. napon, amikor az igazoltatás folyt, kb. 11 óra körül, 2 és 2,5 kilométer távolságról erős lövöldözést hallott. Kutatta az okát, de nem tudta kideríteni a lövöldözést. Olyat mond a jegyzőkönyvben, hogy mintha Duna túloldaláról lövöldöztek volna. Még annyit azért hozzátennék, amit már nem ismertettünk itt a tárgyaláson, de más jegyzőkönyvekben elfekszik, ami nekem is novum volt, hogy németek is voltak, tehát német csapatok is voltak Újvidéken, amiről ugye idáig még szó sem volt, de van egy olyan jegyzőkönyv, ami ezt tartalmazza, hogy német csapatok is voltak az Újvidéken, és az a megdöbbentő, hogy ezek a német csapatok a Duna túloldaláról fényképezték a magyarok által a strandon agyonlőtt embereket és azoknak a Dunába haigálását. És valaki aztán szóvá is teszi, hogy a németek tették aztán közzé ezeket a kompromittáló képeket 1942-ben, tehát a németek járatták le az ottani magyarokat, és ez váltott ki egy viszonylagos felháborodást. Na most ez nem került ismertetésre, ez a jegyzőkönyv itt a tárgyaláson, nem is akarunk ezzel foglalkozni, de ezt egy érdekességként megjegyzem, hogy a nyomozati iratok között elfekszik egy ilyen anyag is. Tehát ugye azt mondja, hogy lövöldözést hallott, úgy tudta, hogy a Duna másik oldaláról lövöldöznek. Délután
2 óráig tartott ez a lövöldözés, küldönc útján kapta a parancsot, hogy a razziát azonnali hatállyal be kell szüntetni, vonuljanak be a legénységével együtt a szállás helyre, a tisztek Gál Őrnagynál jelentkezzenek, megjelenésükkor Gál közölte, hogy Zöldi 80 embert végeztetett ki a folyamőr egységével együtt. Tehát a lényeg az, hogy ő is gyakorlatilag azt vallja, hogy ő délután szerzett tudomást a földinek és a folyamőrnek a tevékenységéről, hogy embereket öltek meg. Most ez azért fontos, mert jogilag, hogy gyilkosság történt, az, hogy utólag szerzek erről tudomást, az nem bűncselekmény. Akkor lett volna bűncselekmény, hogyha előre tudta volna, hogy itt embereket ölnek, és előre tudja azt is, hogy azokat az embereket, legyen az a 130 vagy az a 4, ahogy váltakozik a vállomása, hogy ezeket, ha bevisszük az igazolóbizottságba, azokra az a sors vár, hogy ki lesznek végezve. Akkor áll meg a büntetőjogi felelőssége, hogyha ezt előre tudja. De őnála nem lehetett ezt végül megállapítani. A dr. Kacskovics Balázs volt csendőrfőhadnagy, az AVH-nál szeptember 25-én tett vallomásában előadja, hogy 19-én este parancsot kaptak, hogy Újvidékre kell menni, 20-án délben érkeztek meg, utána megbeszélés volt, közölték, hogy 3 napos razzia fog kezdődni. Ezt Gál Őrnagy közölte, másnap megkapták az eligazítást, ennek a lényege az volt, hogy a kijelölt útvonalon mindenkit igazolni kell. Aki nem tudja magát igazolni, azt őrizetbe kell venni, és át kell adni az átvevő járőrnek. Az ő esetüknél az első 2 nap nem történt semmi, csak a 3. napon vettek őrizetbe 3 személyt, akiket bekísértek a Levente otthonba. Tehát ők is a 3. napon, még mindig a Levente otthonba kísérik az embert, mert ezt a parancsot ismerték. A lövéseket a 3. napon hallotta 12 óra után, délután, vagy 11 óra után, délután 3 órakor bevonult, jelentkezett Gál Őrnagynál, Budurral nem találkozott. Érdekes, Budur azt mondja, hogy Kacskovicssal együtt voltunk, Kacskovics pedig most azt mondja, hogy Budurral nem találkoztunk. Arról, hogy tömeges kivégzések történtek, csak akkor értesült, amikor már vége volt az egésznek, de főként a tárgyaláson. Kazincz Barcikán 1952. szeptember 20-án történt kihallgatásakor annyiban pontosítja, hogy részt vettünk Budurral, képíróval, Jakobossal a Báni Palotában történő eligazításkor. Ez az eligazítás 20 óra 30 perckor kezdődött. Érdekes módon, és nem akarom ezt részletesebben olvasni, csak gyorsan a tanulságot levonni, érdekes módon sem a Budur, sem a Kacskovics nem beszél arról, hogy 23-án, vagy 20-án, amikor a Báni Palotában az eligazítás van, a képíró kifogásolja a fegyverhasználatra vonatkozó Gálnak az utasítását, és abból probléma van. Érdekes a két egyénnek a vallomása, és ezt a bíróság elfogadja, hogy mind a kettője egybehangzó a tekintetben, hogy 23-án 11 óra körül hallják a lövéseket, 3 óráig tartanak ezek a lövések, és ők később, tehát egy aznap délután, ezután szereznek tudomást erről a gyilkosságokról, hogy mi történt a Dunaparton, illetve a főtárgyaláson. Az ő vallomásuk egybehangzó a tekintetben is, hogy az összegyűjtött embereket, akár 21, akár 22, akár 23-ról beszélünk, ők mindig a Levente otthonba, az igazoló bizottsághoz vitték. Most ezekből a vallomásokból, na most az ő vallomásukat azért is lehet, vagy kell elfogadnunk, mert egybehangzó a vallomásuk. Ezek az emberek le voltak tartóztatva. Feltehetően nem egy zárkában voltak, mert azért most, amikor ilyen érdekeltségek vannak, ugye elkülönítve tartják az ilyeneket, tehát feltehetően nem egy zárkában voltak, el voltak különítve, de mégis azonos módon adják elő ezeket a dolgokat,
és történeti tényállásokat. Most ebből ennek a két csendőrt tisztek, akik együtt teljesítettek szolgálatot, és egy századnál a képíróval, mindegyik azt vallja, és itt egyezik a képírónak a vallomásával, hogy mi mindenkit az igazoló bizottsághoz vittünk. Mi nem tudtunk, tehát nem derül ki, hogy ők tudtak volna arról, hogy van egy kivégző hely, mint hogy ezt a nagy állította a képíróval szemben. És mind a hárman, tehát egybehangzó a vallomásuk, és ezt el kell fogadni, és ezt a bíróság elfogadta, hogy ők csak a razzia leállítása után, illetve a főtárgyaláson, ami 44-ben volt, ott szereztek tudomást, hogy milyen vérengzések történtek Újvidéken. És ezt a bíróság E3-2 tanúnak a vallomásának az elfogadásával, illetve képírónak a vallomásával összevetve egyértelműen, mivel egybehangzóak, elfogadja, hogy ők a gyilkosságokról nem előzőleg szereztek tudomást, hanem csak azt követően. És ennek a megállapítása vagy kiemelése borzasztóan fontos. A lényeg az, hogy a budapesti megyei bíróság 1953. november 20-án nem ennek a bíróságnak kellett volna eljárnia, hanem akkor már volt a budapesti katonai bíróság, annak kellett volna eljárnia, azt állapítja meg Budúrnak is és a Kacskovicsnak is a terhére, hogy az egyik 3-4 embert, a másik pedig 5-6 embert kísért az igazoló bizottsághoz. Ezért mind a ketten ugyancsak 15-15 évet kaptak, ugyanúgy, mint Gerencsér. Ha ezek az emberek életükben, ahogy a Gerencsér felülvizsgálati kérelmet kezdeményezett, ezen ítéletet már csak ezért is hatályon kellett volna helyezni, mert ha megnézik, teljesen megegyezik az ítéleti tényállás a Gerencsérivel hozott tényállással, és a Gerencsérit azt felmentette a legfelsőbb bíróság, úgyhogy ezt a két embert is fel kellett volna menteni e tényállás alapján. Tehát erről a két csendőrről még ennyit szerettem volna elmondani, és akkor itt csak neveket és számokat mondok, hogy ugye itt kit hallgatott meg a bíróság, a Róna Artúrt, az Orlai Tibornét, és ugye ebben az írásos ítéletben majd erről számot kell adnunk, a Granszki Nadját, a Jupszkaja Leát, a Deutsch Rubent, a Brenners Szuzánt, azt hiszem csak ezek, és a Havas Pétert, ezeket az embereket az ügyészség hallgatta ki, ezekre az emberekre volt az jellemző, mint már jeleztem, hogy gyerekek voltak az elkövetés idején emlékezetből, gyerekkori emlékezetből, vagy a szülőknek az elmondásai alapján rekonstruálták a történteket, és ezt a történetet adták elő az ügyészi kihallgatásnál. Ők részletesen beszámolnak arról, hogy listával jelentek meg náluk a csendőrök, illetve hogyan vitték ki őket a Dunapartra, ők emelték azt ki, hogy alapvetően szerb és zsidó személyeket gyűjtöttek össze 23-án, és őket vitték ki a Dunapartra, a strandra kivégezni. És ezekben a vallomásokban a Havas Péter vallomása, ami kiemelkedő, hogy nyomozati szakban úgy emlékezett, hogy inkább a határ, a 16. határvadászászlaj emberei vettek részt ebben az egész 23-ai cselekmény elkövetésében, bizonytalan volt abban, hogy a lakásában csendőrök vagy határvadászok jelentek meg, akinek megölték a nagymamáját, a Weiss Ilonát. Ezt követően a bíróság ismertette a nyomozó ügyészség által a későbbiek során becsatolt jegyzőkönyveket. Hát, hogyha visszaemlékeznek, ezeket a jegyzőkönyveket, sorszám, neveket nem is nagyon mondtam. Részben azért nem mondtam neveket, mert akiket ebben meghallgattak és bizonyítás anyagává tettünk, ezek azok a jegyzőkönyvek, amelyeket a jugoszláv tényfeltáró
bizottság készített 44 decemberében és 45 január, február, március hónapban. Ezeknek egy jó része eleve úgy nyilatkozott, hogy nem mer megjelenni a bírósági tárgyaláson, és a személyi adataiknak az ártan történő kezelését kérték, de ezek az emberek felnőttek voltak, amikor a tényfeltáró jugoszláv bizottság meghallgatta őket, és az emlékeiknek frissnek kellett lenniük, hiszen 45-ben 44 végén, 45-ben hallgatják meg őket a 42-ben elkövetett razziára vonatkozóan. Ezeket a vallomásokat nagyon összefoglalóan abban lehet meghallgatni, vagy azt lehet megállapítani, hogy ugye egy ember van, aki elmondja, hogy ő az emlékotthonnak a gondnoka volt, látta azt, hogy nyilvántartó könyvekből dolgozik az ottani bizottság, és akkor ő tett vallomást arra, hogy az igazoló bizottság kézjelekkel mutogatta, hogy kit kell a kis terembe vinni, akiknek a sorsa bizonytalan volt, akiket aztán a továbbiakban nem látott többet, míg azokra, akikre azt mondta, hogy ezek jó emberek, azokat a nagy terembe vitték, és azok hazamehettek. Ez az ember mondja azt is, hogy 23-án reggel 7 órakor tömegesen hordták be az embereket az igazoló bizottsághoz, ami azt bizonyítja, hogy 23-án reggel még a kutatójárőrök abban a tudatban voltak, illetve még azt a parancsot hajtották végre, hogy mindenkit az otthonba kell beszállítani. A többi tanúnak a vallomása, azok eltérőek, de valamennyi egybehangzó a tekintetben, hogy lista alapján jelentek meg náluk 23-án a csendőrök, illetve a katonák. Ezeken a listákon meghatározott személyeket kerestek, és hogy valamennyiüket szinte egyből a Dunapartra vitték ki, és hogy szerb és zsidó családokat gyűjtöttek össze. Tehát ezek a vallomások egyértelműek. Most ezekből a vallomásokból az is megállapítható, hogy az ott pityókás szekszárdi csendőr, az a szekszárdi csendőr egyébként, aki pont a Zöldinek a csendőr szakaszába tartozik, és más csendőrök is elmondják, hát azt a parancsot kaptuk, hogy minden zsidót és szerbet össze kell gyűjtenünk, ki kell végezni, csak azok maradhatnak életben, akik perfekt beszélnek magyarul, vagy azok, akik igazolni tudják, hogy valamelyik családtagjuk az osztrák-magyar monarchia hadseregében szolgáltak. Most ezek a katonák, ezek a legalacsonyabb pontok, ők azt mondják, hogy azért vagyunk itt. Nem tudjuk megállapítani, hogy mikor és kitől kapták azt a parancsot, hogy ezeket az embereket ilyen szempontok szerint kell összegyűjteni. Egy biztos, hogy ez a parancs módosítás vagy változás nem a reggeli eligazításkor történt, hanem azt követően. Ennek a pontos időpontját nem tudjuk megállapítani, és azt sem tudjuk megállapítani, hogy hát kitől hallották ezt az információt, hogy önekik így kell eljárni. Összességében, és aztán ezen túlmenően még, amit majd az írásban foglalkozni fogunk, hogy a bíróság a tárgyalás anyagává tette még a Rózsa Béla, a Péter Mátyás, a Palotás Ferenc, a Tóth Zoltán, aztán a Kovács Jenő, a Zöldinek a vallomását, a Róna és ezeknek a vallomásait, és még más személyeknek a vallomását, de ezeket kivonatosan nem kívánom ismertetni, részben kapcsolódnak a dologhoz, illetve részben kapcsolódnak a képíróhoz is. Összefoglalóan, a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján és a rendelkezésre álló adatok alapján miket lehetett megállapítani a képíró terhére? A képíró az részt vett, jelen volt, mint a makói csendőrtanszázadnak az oktatója,
1942. január 20-ától a 21-e, a 22. és a 23-án megtartott razziákban. Ez az egyik, amit meg lehet állapítani, ezt ő sem tagadta, és ezt senki nem vitatja. Azt is meg lehet állapítani, hogy 20-án részt vett az eligazításon, amelyet Gál csendőrőrnagy tartott, és ott elhangzott Gál részéről a fegyverhasználatra vonatkozóan egy olyan kijelentés, amely ellenkezett a csendőri szolgálati szabályzatnak az utasításával. Képíró volt az, aki ezt szóvá tette, hogy ez így nem hajtható végre, írásban kérte a parancsot a fegyverhasználatra vonatkozóan, amit nem kapott meg. Képíró ezek után úgy döntött, hogy mivel nincs írásos parancs a lazább fegyverhasználatra, azért ő ezt a Gál-féle utasítást magára nézve és az alárendeltjeire nézve nem tartja kötelező érvényűnek, ő ezt az utasítást nem hajtja végre. Nincs adat arra, hogy képíró a csendőri utasítástól eltérő módon fegyverhasználatot követett volna el. A másik, ami megállapítható, hogy képíró részt vett a 21-ei, a 22-ei és a 23-ai razziák mindegyikén. Ő ezeken a razziákon kutatócsoport parancsnok volt. Az állapítható meg, hogy a csoportjába 50-60 ember tartozott. Ennek a fele katona volt, a másik fele csendőr volt. Az, hogy mennyire ismerte ezeket az alárendelteket, mint katonákat, mint embereket, nem tudjuk utólag megállapítani, de arra van adat, hogy nem a makói századnak az emberei voltak hozzá feltétlenül beosztva, tehát ezek az alárendeltek inkább ismeretlenek voltak számára. Azt lehet megállapítani még a képíró vonatkozásában, hogy 1942. január 23-án 10 óra magasságában találkozott egy rendőrrel, aki a Máriási testvéreknek a szabadon bocsátását kérte tőle. Ezt a Máriási nénak a bejelentéséből tudjuk, amiről feljegyzés készült, hogy a testvéreket a Gömbös Gyula utca 86 szám alatti házból vitték el, tehát ezért egy ilyen körülbelül hozzávetőleges időpontot tudunk megállapítani, hogy ő 23-án a Gömbös Gyula út környékén 10 óra, 11 órakor találkozott ezzel a rendőrrel, és közölte vele, hogy nem áll módjában szabadon engedni a testvéreket. Képírónak a magatartását, hogy 21-én és 22-én Újvidéken mit követett el, nem tudjuk, de ilyen tartalmat a vádirat sem tartalmaz. 23-ára akkor visszatérve, most kicsit itt ugrálunk időpontba, de majd összeszedjük ezeket, a 23-ához visszatérve, az ügyészség megállapította vádiratban, hogy 11 órakor találkozott naggyal, és 30 embert kivitt a Dunapartra, vagy kivitetett a Dunapartra. Ennek a megállapítását a bíróság mellőzi, azért, mert a bíróság a nagynak a vallomását kirekesztette a bizonyítékok köréből. Ezzel szemben a bíróság azt állapította meg, hogy valamikor a délutáni órákban megjelent képíró a Rexszállóban, ahol megmentette ezt a Tunics család életét, ahol egy zászlós ki akarta őket vinni a Dunapartra, most rablás miatt, vagy pedig tényleg olyan okok miatt, hogy összejátszottak a partizánokkal, hogy azokat pénzelték volna, nem tudjuk. Ennyit tudunk egész pontosan nagynak a 23-ai tevékenységéről. A bíróság elfogadta nagynak
azt az állítását, hogy ő csak az események után, illetve a főtárgyaláson szerzett tudomást arról, mert nem tudjuk ennek az ellenkezőjét cáfolni, hogy 23-án milyen kivégzések voltak konkrétan Újvidéken. Ugyancsak elfogadta azt, hogy ő a főtárgyaláson tudta meg azt is, hogy Zöldi egy ilyen műpartizán harcot produkált. A bíróság nem tudta azt sem megállapítani, hogy a képírónak az emberei lőtték agyon a Steinberger házaspárt, a Weiss Ilonát és a Sár vagy Ser Ferencet. Az ügyészség, amit megállapított, hogy az ő alárendeltjei voltak, a bíróságnak az az álláspontja, hogy a vádnak ez a megállapítása semmiféle bizonyítékon nem alapszik, ez csupán feltételezés. Ez a feltételezés a vádhatóság részéről nyilvánvalóan abból ered, hogy a képíró a főtárgyaláson 1944-ben tette egy olyan nyilatkozatot, hogy a Gömbös Gyula út, a Rákóczi Ferenc úton haladtunk a járőreinkkel az Országzászló tér irányába. Azért nem tudjuk megállapítani, hogy az ő emberei vagy alárendeltjei lőtték agyon ezeket az embereket, mert ahogy jeleztük, más járőrök is tevékenykedtek, határvadászok is jöttek, mentek onnan, így utólag, hogy ténylegesen a képírónak az alárendeltjei voltak, vagy más katonai alakulathoz tartozó személyek lőtték az embereket, ítéleti bizonyossággal ezt nem lehet megállapítani. Az is kérdés, hogyha egyébként a katonák önállósodva kezdtek el gyilkolni és rabolni, hogy erről nekik be kellett-e számolni a képírónak, erről a képírónak kellett-e tudnia. Életszerűtlen az, hogy a képírónak ezekről a gyilkosságokról tudnia kellett volna, hiszen tudjuk, hogy 12 járőrre volt neki, tehát 12-szer 4 fő járta végig a lakásokat. Na most, ahogy az egyik gyanúsított mondta, teljesen képtelenség, hogy 12 helyen egyszerre ott legyek. Az, hogy ez a 12 járőr ebben az egyike, ebben vagy a másika, a másik lakásban mit csinált, honnan tudhatta volna a képíró, amikor egyszerre két helyen nem lehetett, csak legfeljebb egy helyen. Azt sem tudjuk, hogy a képíró egész nap az utcán tartózkodott, vagy hol volt. Arra van adat, hogy mínusz 27, mínusz 30 fok hideg volt. Reggel 6 órakor kezdődött el a razzia. Délután, 23-áról beszélek, délután 3-kor leállították a razziát, és a kutatócsoportokat berendelték. Elképzelhető az, hogy a képíró reggel 6-tól mínusz 30 fokos hidegben délután 3-ig a Rákóczi Ferenc és a Gömbös Gyula utcán föl alá sétálgat. Hát nyilvánvaló, hogy nem. Valahová csak be kellett húzódnia, magára hagyva ezzel a járőreit. Nem a sarkukban járt, tehát kizárt az, hogy ő tisztában lett volna azzal, hogy mit csinálnak ott a járőrök. A másik, hogy amit a képírónál meg lehetett állapítani, hogy ő megmentette egy rablástól, vagy egy gyilkosságtól ezt a Tunirzsit családot. Na most egyetlen egy olyan csendőr van, akiről pozitívumokat hallunk. Ezt ki kell emelni. Ő egyedül az az ember, igaz, hogy a vádirat a Kunt is megemlíti, a Kun is szerepel a 44-es bírósági ítéletben, de azt kirekesztjük. Képíró mondja, amit elfogadtunk, hogy én tettem szóvá, hogy 20-án ez a fegyverhasználat így nem működik, Gál őrnagy, ahogy ön akarja. Egy olyan ember van, aki jogot végzett, tisztában van azzal, hogy szabályzatot sért, és ő felszólal ez ellen, ő tiltakozik ez ellen. Egy olyan ember, aki a törvények betartása érdekében szólal fel. Utána ez az ember megmenti ezt a Tunis családot. Na most ennek az embernek a magatartásából most el tudjuk azt képzelni, aki a törvényességet képviseli, mert ezt tudjuk bizonyítani. Ez a bizonyítási eljárás arra volt jó,
meg megmenti ennek a rekszálló tulajdonosait, hogy ez az ember most akkor kiküldi azt a 30 embert a Dunapartra, hogy ott megöljék. Ha igaz is a nagynak az az állítása, hogy volt ilyen, a bíróságnak az az álláspontja, hogy ő inkább arra adott parancsot, hogy a Levente otthonba vigyék az igazoló bizottsághoz. Na most ezekkel, a rengeteg kételyekkel, amiket itt most felsoroltam, és hogyha még a nagynál is maradunk, akinél szintén külön nem kívánok foglalkozni, de rengeteg kételyt felsoroltunk, rengeteg törvénytelenséget jelöltünk meg, és a másik az, hogy ebben a legfontosabb ügyben, ami a 30 ember kivégzésére vonatkozik, hogy csak és kizárólag egy állítás és egy tagadás van. Semmi több bizonyítékunk nincs. És a másik az, hogy sérül a közvetlenség elve. Hát a képírót ugyan meg tudtuk erre hallgatni, de a nagyot már nem tudtuk meghallgatni, mert meghalt. Ezekre a kételyekre és bizonytalanságokra figyelemmel, és arra, hogy a BN-nek az a alapelve, hogy a kétséget kívül nem bizonyított tény a vádlott terhére nem értékelhető, és itt nem a latin tudásomat akarom fitoktatni, ez az úgynevezett in dubio pro reo elve. Ezt minden eljárásban kötelességünk betartani. Ha egy pici gyanú, kételj, aggály merül fel, hogy ez az eset így történt, vagy úgy történt, azt mindig a vádlott javára kell értékelni. És ezeket a bizonyítékokat eként, egyenként és összességében értékelve, ez a bizonytárgyalás alapvetően csak aggályokat és kételyeket állapított meg. Semmilyen olyan konkrét bizonyítékot nem állapítottunk meg, hogy a képíró reggel olyan eligazítást tartott az alárendeltjeinek, hogy az embereket ne a Levente otthonba vigyétek, hanem a Dunapartra. Olyat nem tudtunk megállapítani, hogy ő utasította volna a katonáit a Weiss Ilona meggyilkolására, és így tovább. Tehát ezeket az aggályokat eként értékelve nem tudott a bíróság más csinálni, mint az, hogy őt fel kellett menteni a vád alól. Ott, hogy nem engedte szabadlábra a Máriás testvéreket, ő abban a tudatban volt, és ez a téves tudat, hogy a Máriás testvéreket az igazoló bizottság elé fogják vinni. Ő abban a tudatban volt, hogy ezek ott tudják magukat igazolni, akkor nem lesz nekik semmi problémájuk. Azt, hogy a Máriás testvéreket végül, ahogy az ügyész úr fogalmaz, de ezt sem tudjuk egészen biztosan, mert ez is csak feltételezés, hogy az igazoló a Levente otthonba az igazoló bizottsághoz vitték, vagy egyből le a Dunapartra. A feltételezés inkább abba az irányba megy el, hogy csak a Dunapartra vihették őket 23-án, de hangsúlyozom, ezt a képírónak nem kellett akkor tudnia, hogy a Dunapartra vitték, ezt csak most tudjuk, amikor mi már összevetjük a bizonyítékokat, és most 70 év elteltével jóval többet tudunk, mint akkor a képíró tudott erről az egész ügyről. Azért biztos, hogy a Dunapartra vitték a testvéreket, mert ugye arra van adat, hogy őket már máskor is bevitték az igazoló bizottsághoz, és az igazoló bizottság igazolta őket. Azt is tudjuk, hogy ezek a testvérek magyar hű emberek voltak, és ebben az igazoló bizottságban túlnyomó részt magyarok is voltak. Na most, hogyha őket oda bevitték volna, ami nem zárja ki, hogy aztán valóban bevitték az igazoló bizottsághoz, de az biztos, hogy elengedte őket most is 23-án. És az sem zárható ki, hogy aztán útközben elfogta őket egy másik járőr, és az vitte ki a Dunapartra. Nem tudjuk a sorsukat pontosan megállapítani, és főleg azt nem tudjuk bizonyítani, hogy a képíró utasítást adott volna arra, hogy ezeket a sportpályára vigyék, a Dunapartra, hogy őket kivégezzék. Azt lehet megállapítani
biztonsággal, hogy a képíró arra azt vette tudomásul, hogy a csendőrjárőr a Levente otthonba fogja ezeket az embereket kísérni. Hogy aztán mi lett a sorsa, a képíró azt mondja, hogy nem tudja. Utólag, amikor megindult ez az eljárás, hát akkor tudta meg, elbeszélések alapján, hát hogy úgy tűnik, hogy kivégezték őket. Azt a terhére Róni, hogy nem engedte szabadon a csendőr, a rendőr rokonnak a kérésére, a bíróság elfogadta a képírónak az érdemi védekezését, hogy az utasítás szerint ő nem avatkozhat ebbe bele, tehát a csendőr járőr intézkedésébe. Ő nem hatósági személy volt, ő egy külső kérésre nem engedhette el a Máriás testvéreket, nem engedhette szabadon. Most egyébként mondok önöknek valamit. Hát az, amit kértek január 23-án a Máriás testvérekkel kapcsolatosan, hogy engedje el a képíró, ma az a bűncselekménynek minősül. Ha én ma rendőr vagyok, és oda megyek egy tiszthelyetteshez, és azt mondom, hogy ezt az elfogott embert engedd el, és hogyha ennek eleget tesz, akkor én a hivatali helyzetemmel visszaélek, mert én ilyet nem mondhatok annak az alárendelt rendőrnek, hogy engedjed el. És hogyha ez a rendőr elengedi, akkor itt vagyok én felbújtó, ő meg a hivatali visszaélésnek a felbújtottja. Tehát bűncselekményt követnek el a mai törvények szerint. De az akkori, ugye nem hivatkozhatunk rá, de a parancs mit mondott ki, ha emlékeznek rá? Hogy azt a tisztet, vagy azt a katonát, aki a razzia során a lakossággal alkudozásba, egyezkedésbe kezd, amit korrupciónak nevezett ott az akkori parancs, azzal a magyar tisztel és katonával szemben rögtön ítélői bíróságot fogok kezdeményezni, és a legszigorúbban járok el. Tehát, hogyha a képíró úgy döntött volna, hogy ezeket az embereket elengedi, akkor akár emiatt, mert megsértette a parancsot, rögtönítélő bíróság elé is kerülhetett volna. Itt a képíró, amikor úgy döntött, hogy ennek a kérésnek nem tesz eleget, az akkor hatályos csendőri utasításnak és az akkor kiadott karhatalmi parancsnak járt el. Most ez az akkor kiadott karhatalmi parancs szerint járt el, elvileg nem hivatkozhatnék erre, mert azt mondtuk, hogy ezt csak a 44-es bírósági ítéletből ismerjük, és azt kisöpörjük. De elfogadjuk azt, hogy a képíró, amikor ezt a döntését meghozta, akkor ő az akkori utasításoknak járt el. Mindezekre figyelemmel a bíróság, mivel ennyi aggály és kérdés merült fel, nem bűncselekmény hiányában, hanem bizonyítottság hiányában mentette fel, mert szinte valamennyi kérdéskörben alapvetően a bíróság a tényállást mérlegelési jogkörben állapította meg. Ez a bíróságnak, hát most kicsit lehet, hogy cinikusnak tűnik, tömör szóbeli indokolása, amelyet majd az érintettek írásban megfelelő részletességgel készhez fognak kapni. Akkor tekintettel arra, hogy nincs itt a vádlott, az ügyész urat kérem, nyilatkozattételt. Egy pillanat még, ügyész úr. Még amit három dolgot nagyon gyorsan hozzátéve, a bíróság pervezető végzésében elutasította annak a hölgynek a meghallgatását, aki azt állította, hogy látta, amint képíró, tehát ezzel, hogy képíró puskatussal a földig vert egy gyereket. Most a bíróság ezt az indítványt azért utasította el, mert ez a személyről is kiderült, hogy akkor gyerekkorú volt, a másik, hogy meghallgatás nélkül is, amit mondott, a bíróság azt a következtetést vonja le, hogy részben valótlan állítás, mert köztudott az, hogy a csendőrtisztek
nem hordtak magukkal puskát, puskát csak a legénység hordott, a tisztek azok pisztolyt hordtak. Tehát nem igaz már eleve az az állítása ennek a bejelentkezőnek, hogy látta, amikor képíró puskatussal a földig vert egy 16 év körüli gyereket. Tehát ezt a tanút ezért nem hallgattuk meg, mert ez a tanú a mi ügyünket biztos, hogy nem vitte volna előbbre, de egyébként most az, hogy felmentő ítélet született, de hogyha terhelő ítélet született volna a 30 ember megöléséhez képest, vagy a 34-hez, különösebben semmiféle jelentősége nem lett volna még ennek az egy tényállásnak, a megállapítása vagy a meg nem állapítása. Tehát ez az egyik része. A másik, amiről még beszélnünk kell, hogy a bíróság vizsgálta azt is, hogy a képírónál nincs esetleg, vagy nem áll fenn az igazságszolgáltatás részéről a kiadatás, azért, mert 1946-ból tudjuk, hogy a jugoszlávok kikérték háborús büntetként a fekete halmit, a grassit, a zöldit és a gált, akit halálra ítéltek is. A nyomozati iratok között elfekszik, hogy háborús bűnösként kikérését kérik, vagy a kiadatását kérik a képírónak is. Ezt vizsgálta meg a történész szakértő, aki megállapította, hogy óhaj szintjén ez megfogalmazást nyert a jugoszlávok részéről 1946-ban, de ténylegesen sehol nem mutatható ki, hogy a magyar hatóságokat hivatalosan megkeresték volna a kiadatás véget. Azért érdekes ez a dolog, mert hogyha a szakértő megtalálta volna azt a hivatalos levelet, hogy a kiadatást kérjük, akkor ott már mindjárt azt kell vizsgálni, hogy lehet, hogy ezt az ügyet nem is nekünk kell letárgyalni, hanem át kell adni a jugoszláv utódállamnak, a szerb igazságügyi szerveknek, és akkor ők folytassák le ezt a tárgyalást. Ezért tárgyaltuk mi ezt az ügyet. A másik, hogy kérdésként merül fel, ha látták, hogy 1951-ben például a Gerencsérit a katonai bíróság ítélt el, mint csendőrfőhadnagyként. Most arról beszélek, hogy hatályon kívül fogjuk helyeztetni a Budurnál is, meg a Kacskovicsnál is az ítéletet, mert 52-ben a civil bíróság járt el vele szembe, holott a katonai bíróságnak kellett volna eljárni. Felmerül itt is az a kérdés, hogy ebben az ügyben képíró, mint csendőr volt tiszt, miért nem a katonai igazságszolgáltatás jár el vele, és miért a civil bíróság? Ennek a magyarázata az, hogy időközben, tehát az, hogy a mai jogszabályokat kell ugye alkalmazni, a magyar jogszabály pedig azt mondja, hogy a katonai bíróságnak a hatásköre az kizárólag azokra a személyekre terjed ki, akik a magyar honvédség tényleges állományába tartozó tisztek, illetve szerződéses katonák, bármely bűncselekményükre, illetve a katonai bűncselekményükre vonatkozik. A másik, hogy a törvény azt mondja ki, hogy rendőrrel szemben csak katonai bűncselekmény elkövetése esetén, tehát rendőrrel szemben csak katonai bűncselekmény elkövetése esetén járhat el a katonai igazságszolgáltatás, illetve még akkor, hogyha a rendőr a katonai bűncselekmény mellett köztörvényi bűncselekményt is elkövet. Ez azt jelenti, hogy ma, ha egy rendőr egy egyszerű rablást, egy ittas járművezetést követel, az a civil bírósághoz tartozik. Ezzel szemben, hogyha egy katona rablást vagy lopást követel, az a katonai bírósághoz tartozik. A nemzetbiztonsági hivataloknál pedig azt mondja ki a törvény, és a BV-nél is, mind a kettőnél, hogy a katonai bűncselekmények elkövetése esetén tartoznak a katonai bíróságok hatáskörébe, illetve a szolgálati helyükön elkövetett bűncselekmények bármilyen bűncselekmény esetén. Tehát ezek lehetnek köztörvényiek is. Azon kívül minden más bűncselekményüket civil bíróság bírálja el. Most azt kellett itt a bíróságnak vizsgálni,
hogy a csendőr 1942-ben hová tartozott. Egy tény, hogy van külön törvény a Magyar Királyi Honvédségről, amelyről leírja, hogy áll a szárazföldi csapatokból, a légierőből, a folyami erőből, és a ménes, nem tudom milyen, akármilyen valami gazdaságból. Aztán létezik a Magyar Királyi Csendőrség, ez a hadseregen kívül van, a Magyar Királyi Rendőrség. Most a csendőrségnél rendkívül érdekes a helyzet. A csendőrség az katonailag szervezett alakulatnak nevezhető, kettős irányítás alatt áll, ez még az érdekessége, tehát kettős irányítás alatt áll a honvédelmi miniszter és a belügyminiszternek az irányítása alatt. Egy tény, hogy a rendfokozatba való módosítások, előléptetések, a személyügyi nyilvántartás a honvédelmi minisztériumhoz tartozik, de a szakmai feladatok meghatározása és így tovább, az pedig a belügyminiszterhez tartozik. Tehát a kérdés az, hogy ma a csendőrt azt a honvédséghez sorolom be, vagy a rendőrséghez, ezt kell vizsgálni, és e vizsgálat alapján a bíróság azt állapítja meg, hogy a csendőrség, aminek egyébként belbiztonsági feladatok voltak, és nem a hazavédelme az elsődleges feladata, az a mai fogalmak szerint az úgynevezett rebisznek felel meg, aznak a rendőr alakulatnak, amelyek itt az októberi eseményeknél alapvetően részt vettek, mint fenntartó erők. Tehát ilyen értelemben a bíróság álláspontja szerint a csendőrt azt rendőrkategóriába kell sorolni, képíró nem katonai bűncselekményt követett el a szolgálati helyén, amit most Újvidéknek nevezünk, hanem egy köztörvényi bűncselekményt, és ebből kifolyólag a bíróságnak az volt az álláspontja, hogy ez az ügy nem a katonai igazságszolgáltatás, hanem a civil területre tartozik. Egyébként két esetben is megjárt ez az ügy. Egyszer ugye az ítélőtáblát, egyszer pedig a letartóztatásnál a fővárosi bíróságot, ott más-más bírók jártak el. A bíróságnak mindig vizsgálni kell a hatáskörét, illetékességét. Azok a bíróságok sem kérdőjelezték meg azt, hogy ebben az ügyben civil bíróságok hoztak akkor döntést, úgy, mint hogy végrehajtható ez a 10 év fegyház, vagy nem, úgy, mint hogy le kell tartóztatni a képírót 2007-ben, vagy nem. Hát ezek az ítéletnek a kiegészítő indokolásai a továbbiakban. Remélem, hogy érthető voltam. Ügyész urat kérem akkor nyilatkozattételre. Tisztelt bíróság! Az én jogi meglátásom szerint problémák vannak az ítélettel, megalapozatlannak tartom. Véleményem az, hogy az indokolás több helyen következetlen és ellentmondásos, erre figyelemmel fellebbezés jelentek be vele szemben. Köszönöm. Jó, köszönjük. Védelemnek a nyilatkozatát kérjük. Tisztelt bíróság! Három napi gondolkodási időt kérünk. Jó. Köszönöm. Akkor a bíróság megállapítja, hogy az ítélet az ügyész és a védelemnek a három napi gondolkodás idejére figyelemmel nem emelkedett jogerőre. Ettől függetlenül, hogy az ügyész bejelentette a fellebbezését, az ügyet soron kívül felterjesztjük a fővárosi ítélőtáblára. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2 hét múlva írásba foglaljuk ezt az ítéletet, felkerül az ítélőtáblára, de hát ez köztudott, hogy törvénykezési szünet van, ezzel az üggyel érdemben csak szeptembertől tudnak majd foglalkozni, és hát jogerősen ott fog lezárulni végül is ez az ügy. Köszönöm figyelmüket, tárgyalást berekeztem, el lehet távozni.